Ez a Híradó kedden köszöntöm nézőinket. A múlt év tevékenységéről, gazdálkodásáról és a felügyelőbizottság munkájáról szóló beszámoló. Elismerések átadása, alapszabálymódosítás és tisztújítás. Ezek a napirendek szerepeltek a Pápai Polgárőr Egyesület éves közgyűlésén. A járási hivatal épületében tartott tanácskozáson a megjelent tagok megerősítették pozíciójában a korábbi vezetőséget. Az 52 tagot számláló pápai polgárőrség 6327 óra szolgálatot adott a múlt esztendőben, derült ki a vasárnap délelőtt tartott éves közgyűlés beszámolójából. Az önkéntes tevékenységet végző polgárőrök 1232 óra rendőrséggel közös szolgálatot teljesítettek, és több mint 2200 órában rendezvénybiztosítási feladatokat láttak el. Bűnmegelőzési járőrözéseik száma meghaladta a 250 alkalmat. Kapunk lakossági bejelentéseket és kéréseket, különböző utcákat és olyan frekventáltabb helyen, amit a rendőrségről is kapunk jelzést, hogy hol fordulnak elő bűncselek vagy ilyen rendellenességek. Azokra a helyekre saját járőrt szervezünk, két gépjárművünk van. Most már ugye Lada Niva saját gépjárművünk lett, a Opel Astra az még üzemben tartó joggal a miénk, mozgékonyak vagyunk, tudunk menni, hegyi szolgálatokat, Öreghegy, Kishegy, illetve Törzsökhegyi szolgálatokat, peremkerületeket, kiliál lakótelep, különböző lakótelepek, garázsorok, egyebek, vasútállomás, MÁV, a saját járőrözéseink során ezek a frekventáltabb helyeken fordulunk meg. Az éves közgyűlésen Szappan Csaba rendőrkapitány elismeréssel szólt a polgárőrök tevékenységéről, mely jelentős segítséget nyújt a rendőrök munkájához. Hát, ha van polgárőr és megfelel mindenben annak a feltételrendszernek, hogy rendőrrel közösen szolgáljon, akkor egy fős rendőrjárőr plusz egy polgárőr kiadja a két fős járőrt, és közterületen ugyanúgy el tudják látni a szolgálatot, mintha kettő rendőrt vezényelnénk. Ez azt is jelenti, hogy a szolgálatos rendőrök száma, hogyha a polgárőrök minden rendőr mellé eljönnek, akkor duplájára nőhet. A rendőrkapitány hozzátette, Pápa lakosságához képest kevés polgárőr tevékenykedik a városban, több állampolgárnak kellene így módon tennie lakókörnyezete biztonságáért. Az ülésen a múlt évben végzett kiemelkedő tevékenységért 14 polgárőrt jutalomban részesített az elnökség, elismeréseket adott át a rendőrkapitány is, majd tisztújítás következett. A jelenlévő tagság továbbra is bizalmat szavazott az eddigi elnökségnek. Borbély Lajos indította útjára 15 évvel ezelőtt a Gyurács Ferenc gondolkodókört. Halála után Polgárdi Sándor Esperes vette át a foglalkozások szervezését. Az idei első összejövetel vendége dr. Áldozó Tamás polgármester volt, aki a 2014-es esztendő helyi eseményeiről számolt be, és válaszolta a körtagjainak kérdéseire. Polgárdi Sándor Esperes köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy Borbély Lajos nyomdokain haladva továbbra is szervezik a kör összejöveteleit, hisz értékes, gondolatébresztő előadásokat hallhattak a tagok pápai vagy pápai kötődésű vendégektől. Egy olyan különleges és különböző rétegeket megmozgató gyülekezetépítő alkalom, amelyet nem lehet abba hagyni. Azt gondolom, nagyon sokan épültek, és nagyon sok érdeklődés után olyan gazdag előadásokat hallhattak, amely a gyülekezetet is építette. Nem csak érdeklődő polgárok számára volt ez gazdag. Az összejövetelekre ezentúl is minden hónap utolsó hétfőjén várják az érdeklődőket. Az idei első előadó dr. Áldozó Tamás polgármester volt, aki a 2014-es évet jellemző helyi gazdasági folyamatokról számolt be a körben. Biztatóak az egyre javuló statisztikai adatok, mondta a város polgármestere. A 2014-es év jubileumi esztendő volt a város életében. Pápa város első írásos említésének 800. évfordulóját ünnepeltük számos programmal. Én azt hiszem, hogy amilyen célokat kitűztünk évelején, azt sikerült elérni. Sikeresen hívtuk fel a szélesebb közvélemény figyelmét arról, hogy itt a Közép-Dunántúlon van egy város, amely 800 éve írja a történelmét, és amelynek nagyon szép eredményei vannak ezekből az évszázadokból, és nagyon biztató kilátása jövőre nézve. 2015 is jubileumi esztendő pápán, mondta a város polgármestere, az Eszterházy Ferenc emlékév apropóját az adja, hogy épp 300 éve született pápán a művelt főúr. Korának magyar miniszterelnöke volt, egy felvilágosult, nemzeti elkötelezettségű magyar főúr,
aki Pápán a kórházat építette és a kastély átalakítását kezdte meg, valamint kastélyaiból adományozott egyet áruház céljaira, egyet pedig mezőgazdaságiskola céljára is. Az összejövetel második részében a jelenlevők dr. Áldozó Tamást kérdezték többek közt a garázsadóról és a munkahelyekről. A Gyurács Ferenc gondolkodó kör következő előadója Mező Lászlóné lesz február utolsó hétfőjén. A Jókai Mórvárosi Könyvtár hagyományos évnyitó tárlata a kártyanaptár kiállítás. Idén a gyűjtő Feje Sándor változtatott a koncepción, és ezúttal egy témaköré csoportosította a naptárakat és a kiegészítő anyagokat. 2014 a ló éve volt. Erre emlékezve állította össze a tárlók anyagát Feje Sándor. Gazdag kártyanaptár gyűjteményében 30-40 darab lovas témájút talált. Ezeket, ahogy azt korábban is mindig tette, kiegészítette tájékoztatókkal, folyóiratokkal, egyéb anyagokkal. Ehhez csatlakozott azután a könyvtár is a nála lévő kiadványokkal, és sikerült megkörnyékeznem a lovas klubot is, és hát kértem őket, hogy egy kicsit az anyag frissítése szempontjából olyan anyagokat adjanak a kiállítás idejére, amelyik hát a tárlóba magasságánál fogva belefér. A fotók, lovas kellékek, könyvek, folyóiratok mellett képeslapok és színes reprodukciók is láthatók a tárlókban. Elég sok katonai jellegű kép van, nem annyira a háborús jellegek vannak kidomborítva, itt inkább a békésebb katonai időszakok, tehát pápai jellegű, tehát pápai huszárokról szóló lovas képek például. A ló a mindennapi életben kiállítás február 6-áig látható a Jókai Mórvárosi Könyvtár folyosóján. Kedves nézőink, híreink után most nézzük, milyen időre számíthatunk holnap. Holnap az ország nagy részén változóan felhős idő várható. A keleti ország részben délelőtt, a Dunántúlon délutántól kevesebb felhővel. Számottevő csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél a nyugati ország részben többfelé megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire mínusz 7 és 0 fok között alakul, napközben pedig 0 és plusz 5 fok közötti értékeket mutatnak majd a hőmérők. Kedves nézőink, ez volt a Híradó kedden, én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!